Sára József vagyok, a Datolya Szilvának egy fajtájáról szeretnék néhány szót szólni, mivel nagyon sokan keresnek Virginia alanyra oltott Datolya Szilvát. Azt tapasztaltam a mi kertészetünkben és az ültetvényünkön, hogy fölösleges Datolya Szilvának az alanyára alapozni a hidegtűrő hatást, hiszen a Datolya Szilva alanya az csak főleg a gyökér részbe vesz részt a Datolya Szilva hajtása, az leginkább a nemestől függ. Tehát amikor hideg van, akkor ezek a növények, a Datolya Szilvának a különböző fajtái mindig a nemes résztől függően bírják a hideget. Az ukrán fajták, ezek a Rossienka és a Nyikita, ez mind a kettő egy nagyon hidegtűrű, sűrű, szövetű, lassabban növő növényről van szó. Tehát itt a japán fajták, Hanafuyu, Giantfuyu, Ogosho, a Zsiro és az izraeli fajták, a Sharon, a Rojo, az spanyol fajta, ők általában egy mínusz 20 fokig bírják a hideget. Ide sorolható természetesen a tipó is. Tehát, hogyha annél hidegebb van, vagy tavasszal, egy késői fagy jelentkezik, ez lehet márciusban, áprilisban, akkor a termőágak, elsősorban néhány milliméter átmérőjű ágak sérülhetnek. Ugyanez a dolog nem történik meg a Rossienkánál és a Nyikitánál. A Nyikita az egy nagyobb termésű, körülbelül egy ilyen pingponglabda méretű, vagy egy picivel nagyobbak a termései, és egy kicsivel kisebb méretű, ez pedig a Rossienka. Mind a kettő körülbelül ugyanannyit terem, itt a gyümölcsnek a méretében van eltérés. Hogyha megnézzük a kérgét, a kérgesedése is más ezeknek az ukrán fajtáknak, mint az egyéb Datolya Szilva fajtáknak. Kérgesedésén sokkal lazább szerkezetű az egyéb fajtáknak, itt az ukrán fajták azok egy ilyen nagyon egyöntetű, sima szövettel rendelkeznek. Itt is már lehet látni a különbséget. Általában ezeknél a növényeknél a legfontosabb az, hogy megfelelő tápanyaggal ássuk el őket, és hogyha hideg helyen vagyunk, akkor ezekből az ukrán fajtákból tudunk vásárolni, akkor is, hogyha egy szeles, egy olyan területre tudjuk csak rakni ezeket a növényeket, ami jobban kitett az időjárás viszontagságainak. Tehát ebből a szempontból nem érdemes virginiai alanyt keresni. A virginiai szilva szintén egy ilyen lassabban növő szilva fajta, ezért az alanynak is nagyon kevesen használják, mivel nagyon lassan nő meg olyan vastagságúra, amire rá lehet már szemezni vagy oltani. Ezért közkedveltebb a lótusz szilva, tehát Diospyros lótusz. Ezzel kapcsolatban, tehát nekünk ez a tapasztalatunk, hogyha hideg helyre rakjuk a növényt, akkor mindenképpen ukrán fajtát keressünk. Tavaszi fagyok azok nem károsították a növény ágrendszerét, így elég szépen van rajta gyümölcs. Ez most már 13. éves napja, és szerintem egy ilyen 70 kg gyümölcs biztos lesz rajta. Akár fel tudnéz menni 100-120-150 kg-ig, ahogy folytatódnak a szezonok, és minusz 20 fokig ugye nem vagy vissza a júniusi virágzáshoz a vékony ágakat is megtartja a növény, akkor szépen születelhetünk.